Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ezeken a felvételeken mutatom a kártya gyűjteményemet. Nem azért, hogy dicsekedjek, hanem azért, hogy megkönnyítsem a vásárlást, hogy tudjátok, hogy melyik csomagban milyen kártyák vannak. Ezt a lenomált kártyát tegnap kaptam meg, és annyira örültem neki, egyrészt azért, mert gyönyörűek a képek, másrészt, hogy a kártya nagyobb, mint általában a lenomált kártyák, itt látható a klasszikus lenomált kártya, és itt a méret 9 cm, és a hossza 12 cm. És megnézzük most a képeket. Itt az egyes szám utal erre a lovas férfire. Ez a kártya jelenthet egy férfit, jelentheti azt, hogy útban van hozzád, jelenti a mozgást, a változásokat, mindazt, ami mozog. Ez lehet sport, ez lehet autó, ez lehet egy ló például, vagy egy nyaralás, utazások, változások. Mint időkártya jelenti, hogy valami már útban van hozzád. A kettes számon van a 4 levelű lóhere, ami szerencsét hoz. A körülötte lévő kártyák mutatják azt, hogy hol lesz szerencséd. Mint időkártya jelenthet 4 napot, 4 hetet, vagy április hónapot. A 3-as számon van a hajó, ami jelenti a reményt, de jelenthet utazásokat, külföldi kapcsolatokat is. Itt a 4-es számnál van a ház, jelenti a biztonság érzetét, az alapokat, utal az otthonodra, a környezetedre, ezek lehetnek a szomszédok, vagy a családra, jelentheti valaminek a kiépítését, vagy jelenthet ingatlanokat, egy lakást, vagy egy házat. Az 5-ös számnál a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le lehet gyökerezni. Jelenti a természetet, vagy a gyógyító erőt. A körülötte lévő kártyák mutatják, hogy lesz a gyógyulás. Jelentheti ezt a területet is, például a munkahelyet, ha valaki egészségügyi téren dolgozik. A 6-os számnál a felhő jelenti azt, hogy jelenleg még valami átláthatatlan. Jelenti az időt is, mégpedig fél évet. A 7-es számnál a kígyó jelenti a változásokat, a megújulásokat, a gyógyító erőt, néha mellékutakat, de gyakran jelenthet egy hölgyet, és gyakran egy rivális hölgyet. A 8-as számnál a koporsó utalhat örökösödési ügyre, de jelent régi témákat, vagy valamit, amit le kellene zárni, ami befejeződik. A 9-es számnál a virágcsokor utal a te szépségedre, nőiességedre, egy szép környezetre, a virágokra, a kerti munkára, vagy egy kreatív tevékenységre, vagy lehet egy kellemes meglepetés, egy ajándék. Néha egy fiatal hölgyre. A 10-es számnál van a kasza, ami elvág valamit, lezár valamit. Ez lehet a munkahely, lehet egy párkapcsolat. Amit a kasza még jelenthet, hogy történik valami, amire nem számítottál, egy meglepetés.
A 11-es számnál látható a vita, a veszekedés, kellemetlen dolgok, félreértések. A kártya jelenti a november hónapot. A 12-es számon vannak a madarak, jelentik a mozgást, a könnyűséget, a csevegést, néha a pletykát, és utalhat kommunikációra. A 13-as számnál a gyermek jelenti a gyermekeket, a gyermekkort, a fiatalos kisugárzást, az ártatlanságot, néha a naivitást. Amit a gyermek még jelent, az újdonságok, vagy egy új kezdet. A 14-es számnál van a ravasz, róka, ez lehet egy negatív gondolat, negatív érzelmek, egy hamis helyzet, vagy rossz döntések, de lehet egy ravasz személy is. A 15-ös számnál van a medve, jelenti az erőt, vagy a belső erődet, a hitet. De lehet egy személy is, akinek szava van. Ez lehet például a főnököd. A 16-os számnál vannak a csillagok, ami szerencsét hoz, vagy jelenti a spirituális területet. A 17-es számnál a gólyák jelentik a változásokat. Ha a gyermek ott van a közelben, ez lehet egy kisbaba születése is. A 18-as számnál van a kutya, ez jelenthet háziállatokat, kutyát vagy cicát, jelenti a hűséget vagy a barátokat. A 19-es számnál a torony, ez lehet egy személy leírása, egy magas, vékony személy. Ez jelentheti azt, hogy szeretnél valamit megnagyobbítani, kiépíteni. A torony lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy, vagy utalhat egy épületre, ami nagy, egy nagy cég például. Néha, hogy fogva érzed magadat a toronyban. A 20-as számnál van a park, ez jelenthet egy szép környezetet, de utal a nyilvánosságra is, az elismerésekre, hogy mások észrevesznek téged, ott vagy a nyilvánosságon. A 21-es számnál a hegyek jelenthetnek hegyvidéket, de jelentik a problémákat, az akadályokat, esetleg az ő hideg-rideg tartását, mint egy szikla, jelenti a téli hónapokat is. A 22-es számnál az utak jelentenek döntéseket, vagy azt, hogy valami vagy valaki útban van hozzád. A 23-as számnál vannak az egerek. Ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Ez utalhat félelmekre, hogy félsz attól, hogy elveszíted a munkádat, vagy lesz pénzkiadás, vagy elveszíted őt. De az egerek gyakran tudnak segíteni, amikor eltávolítanak negatív kártyákat. A 24-es számon van a szív utala szerelemre. Itt a 25-ös számnál van a gyűrű. Ez lehet ékszer, lehet eljegyzés, lehet házasság, lehetnek kapcsolatok, szerződések. Vagy azt is jelenti gyakran, hogy valaki visszatér hozzád. A 26-os számnál van a könyv, ez utalhat könyvekre, vagy tudásra, továbbképzésre,
de jelenti a nyitottságod, néha a zárkózottságod. Esetleg azt, hogy néha úgy gondolod, úgy érzed, hogy valaki zárkózott és eltitkol előled valamit. A 27-es számnál van a levél, ez lehet egy üzenet, ez lehet egy szerződés, lehet egy dokumentum. A 28-as számnál ez a férfi utal a férfiakra, a nőknél utal a társra. A 29-es számnál a hölgy utal ránk, hölgyekre, a férfiaknál jelenti a társnőt. A 30-as számnál a lilium virág utal a tisztaságra, tiszta érzelmekre, tiszta gondolatokra, vagy hogy tisztázódik valami, jelenti a szexuális témákat is, mint időkártya utal február hónapra. A 31-es számnál van a nap, kiderül az igazság, megvan a szép kisugárzás, a magabiztos fellépés, a nap láthatóvá tesz valamit vagy valakit, és jelenti a nyarat, különösen augusztus hónapot. A 32-es számnál a hold jelenti az anyukát, az anyai érzelmeket, a titkokat, az éjszakát, az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és mint időkártya jelenti július hónapot. A 33-as számnál van a kulcs, jelenti a magabiztos fellépésedet, vagy a nyitottságot, vagy a zárkózottságot. Ezzel a kulccsal le lehet zárni valamit, és egyúttal ki lehet nyitni valamit. Hogy miről van szó, azt mutatják a körülötte lévő kártyák. A 34-es számnál a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, de jelentik a belső értékeket is. A 35-ös számnál van a horgony, jelenti a biztonság érzetét, ahol le lehet horgonyozni, jelenti a munkát, a hivatást is. És a 36-os számnál van a kereszt, ez utalhat vallási témákra, egy spirituális területre, sorsdöntő eseményekre, találkozásokra, döntésekre, hiszen gyakran azt jelenti, hogy elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ebben a csomagban van egy kis könyvecske, ahol több nyelven le van írva az, hogy melyik kártya mit jelent. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!